Szép napot mindenkinek, ez itt a Dope Man vs. Delta Force 2. Én egyébként nem háborúzni akarok vele, én barátkozom. Tehát próbálom szeretgetni, simogatni, hogy ne mérgelődjön. Na, hát tegnap ilyen 38-5-tel keltem, most mondtam nektek, és a fejfájásom az teljesen elmúlt. Tüdőpanaszom nincs, köhögés az minimális, tehát az ilyen nem számolható. Jól aludtam, teljesen. Este már nem volt lázam semmi, 36-7, és reggel keltem 37-7-tel, de mikor kiszálltam az ágyból, akkor az is elindult lefelé. Magamhoz vettem algopirin barátomat, illetve még D-vitamin, C-vitamin, magnézium, cink, ilyesmi. Kicsit nazális most a hangom, tehát kicsit ilyen szottyosan náthás lettem, de az se igazi nagy nátha, csak ilyen kis szottyos. Nem nagyon rángatózom, nem verekedtem össze senkivel, nem sportolok, nem futok. Tehát az olyan állapotban nem vagyok, hogy a félmaratonnak most nekiugranék, de nincsen olyan érezhetően nagy probléma. Egyet viszont szeretnék mondani. Tehát így a engem körülvevő emberek tömkelegét elnézve, és így visszakutatva a lehetséges kontaktjaimat, ha nekem egy oltott, akikkel semmi bajom nincs, tehát még egyszer mondom, nem vagyok oltástagadó, és semmi problémám azzal, hogyha valaki beoltatja magát, jól teszi. De ha még egyszer nekem egy oltott azt mondja, hogy azért oltatja be magát, hogy engem megvédjen a koronavírustól és a fertőzéstől, akkor fölütöm a holdra. Esküszöm, bazzik. Ha ezt még egyszer valaki érvként nekem kimeri mondani a száján, hogy ő azért oltatta be magát, hogy engem vagy más embertársait ne fertőzöm meg, azt úgy picsárugom, hogy elszáll. Ezt komolyan mondom. Tehát gyerekek, hogy engem oltott fertőzött meg, az tuti fix, 1000%. Úgyhogy köszönöm szépen, jól megvédtél magadtól. Legalább vallják be, hogy magukat védik. Hát nincs ezzel baj, tök normális. Csak ilyeneket ne találjunk meg, hogy azért, hogy engem védjenek. Hát engem azt jól megvédtek, bazni. Én védem most magamat, nem? Na mindegy. Egyébként nincs semmi gond. Néztem, gyerekek, most a miniszternek, a egészségügyi miniszter vagy emberminiszternek a bejelentését, kömegy az oltásokkal kapcsolatban. Hát én a világ kormányainak a helyében és a különböző országok vezetésének a helyébe ezt a gyógyszeripart, ezt sürgősen államosítanám. De nagyon gyorsan nekiugranék, állami kézbe venném, és állami ellenőrzés alá vonnám, bár már Kínában ez történik, de rájuk is kötelezővé tenném a teljesen transzparens folyamatokat, mert gyerekek, ez, amit ezek itt művelnek, ez tűzforró. És szóval ez, hogy a pénzért, meg ilyen gazdasági folyamatokért, meg a tudati izgalomnak a föntartásáért, meg ilyen-olyan cuccokért tulajdonképpen ránk szabadulnak ilyen vírusok, amiket utána a félig kész oltásaikkal nem tudnak megfelelően kezelni. Mert az a baj, hogy most tényleg azt tudom mondani, egy biztos, azt el kell ismerni, hogy aki oltott, az kevesebb tünettel meg könnyebben átvészeli a vírust, bár van olyan ismerősöm, aki két oltás után nagyon komoly lázat kapott, akkor van olyan ismerős, aki harmadik oltás után egy hétig fosott hányt száján seggén keresztül, tehát mindenre van példa,
De azt látom, hogy azért a többség az kevesebb tünettel kihordozgatja ezt a betegséget, de hát végül is most én meg egyelőre mit mondjak? Hát lekopogom valami fán, fafejű vagyok. Tehát most nézzetek rám. De nem mondom, hogy ez vicc vagy játék, mert nagy tréfamester a betegség, tehát mit tudom én, a másik éjszakán, mikor dolgozott rajtam, éreztem, hogy komoly munkát képes végezni az emberen. Tehát, hogyha van luk az immunrendszereden, és talál egy olyan pontot, akkor megdolgoz rendesen, ezt azért lehet érezni. Ami nagyon fontos, én nem merem ezt biztos dolognak mondani, mert magamban figyelem meg, de most átküldte nekem egy kedves hölgy, például az indiai kormánynak van ilyen kidolgozott koronavírusra alkalmazott metódusa, hogy mit kell csinálni kezdeti fázisban, mit kell csinálni, ha rosszabbodik a helyzet, tehát mindenre van a post-covid tünetekre, hogyha ilyesmik lennének. Na most én, amit sejtek, hogy nagyon nagy segítségemre van, az az időszakos böjt. Tehát ez a böjtölés, meg az, hogy nem nagyon eszem, csak egyszer egy nap, és az be van szorítva időn belül, és nem sok húst. Tehát, hogy ez a mérték, a böjt, hogy nincs leterhelve a szervezet, ez nagyon sokat segíthet nekem. De ezt nem merem elkiabálni, természetesen. Az algópirin is jó barát. Szagot, ízt még nem vesztettem el, hát majd kiderül ma, ha éppen enni fogok, hogy ott mi van. Aztán a YouTube-on kaptam olyan kommenteket, hogy jaj, mi férfiak, hogy nyavajgunk, hogy elkapunk egy kis légzés, felső légúti betegséget, vagy egy ilyen betegséget, mint ez a COVID, és akkor jön a videó. Na most én nem azért csinálom, hogy sajnáltassam magam, rengeteg jó kívánságot kapok, tanácsot is, mindenfélét, ezúton köszönöm őket, és együttérzést, tehát nagyon köszönöm, de én ezeket a videókat most nem ezért csinálom, hanem azért csinálom, hogy akármerre is forduljon az állapotom, akkor lássátok, hogy nálam ez hogy zajlott le, ez az egyik. Kettő pedig az, hogy erősítselek benneteket, hogyha mégis úgy történne, hogy elkapjátok a delta variánst, a kvadriánst, a omega variánst, akármilyen verziót, akkor nagyjából milyen szellembe próbálkozzatok megbirkózni vele, tehát hogy mire figyeljetek oda, mire érdemes koncentrálni, hogyha már ilyen helyzetbe kerültetek. Tehát ez csak ezért történik, nem azért, hogy sajnáltassam magam, vagy hogy ilyen plusz szeretet rohamot generáljak magamnak. A népszerűség az nem baj, azt szeretem, ha jön, tehát az a nincs gond. Extravertáltságom köt a szamszárához, ezt mindannyian tudjuk, tehát majd mikor elhallgatok végleg, akkor buthultam meg teljesen, mert akkor már nem szólok senkihez. Én csak azt mondom, hogy annyi drámai videót láthattatok ezzel kapcsolatban, ez a dologgal kapcsolatban, és persze vegyétek komolyan, hogyha van egy ilyen betegség. Ez influenza esetén is szerintem célszerű, vagy bármilyen ilyen komolyabb vírusos fertőzésnél. Például én teljesen piánok. Tehát hátravettem, teljes ilyen, tehát ilyen hüllőüzemmód, mint amikor nem süt a nap. Tehát szinte alsó hangon létezés, viszont rengeteget meditálok. A meditáció az kitisztította különben az óromat, és amit még tudni kell, hogy az immunrendszer működését is nagyon segíti, tehát érdemes azt is folytatni, de természetesen megemeltem a C-vitamin, D-vitamin dózisomat, úgyhogy egyelőre ez úgy néz ki, hogy működik. Algópirin meg az egy régi jó fasza szer. Tehát az még a gyógyszergyárakkal kapcsolatban jó szer. Különben sokat gondolkoztam ezen a Pesti TV-s videó alatt is, hogy mi az, amikortól kezdve így megőrültek ezek a gyógyszergyárak, meg gyógyszeripar, meg ez az egész. Szóval gyerekek, megmondom őszintén, onnantól kezdve, tehát egy csomó oltást, meg
meg gyógyszert, még a tudomány, meg az orvosok, azok úgy kísérleteztek ki, meg úgy jöttek rá, hogy akkor ez még nem elsősorban biznisz alapon működött, hanem valóban olyan vírusok, meg olyan betegségek voltak világszerte, amik pusztították az emberiséget, akár a spanyolnát, ha régebben a pesti is, aztán kanyaró, tudod, meg egy csomó minden. Amikor ezt nem üzleti alapon csinálták ezek az emberek, illetve tudósok, viszont az az igazság, hogy a kapitalizmusnak az előretörésével, és nyilván ez egy hatalmas üzlet, az egészség. Nem egészség ez, mert valljuk be, hogy az emberek betegen tartása az egy nagyon nagy üzlet. Tehát az emberi betegség, hát az folyamatos kezelést igényel. Ez olyan, mint az autóipar. Tehát régen az volt a menő, hogyha olyan autó van, amit nem kell szervizelni. Az volt a legdrágább kocsi. Most a legdrágább autót az olcsóbb kocsitól annyi különbözteti meg, hogy több rajta a lámpa. Viszont drágább a szervizelése. Tehát ugyanígy van az emberekkel is, hogy az embereket is szervizelt állapotba akarják tartani, hogy minél többet kelljen őket szervizelni, és viszont a halálukban kevesebben érdekeltek, tehát mert az maximum a temetkezési vállalkozókat érinti. De én mondom még egyszer, tehát itt az államoknak a helyébe én a kezembe venném a gyógyszeripart, mert ez nem lehet, hogy meg ez a titkos laborozgatás, meg kísérletezgetés, meg ilyen vírusok szöknek ki innen, meg onnan, amonnan, ez, én ezt nem engedném. Én ezt transzparensen a kezembe venném. Én nem engedném a cégeknek, hogy így elhatalmasodjanak a világon. Tehát, na erre kéne odafigyelni a nagy baloldali hozzáállású embereknek, hogy ezeket a cégeket kéne megfogni. Tehát nem csak a mafiát kell üldözni, meg a különböző bűnszervezeteket, meg kokainkereskedőket, hanem ezeket is, akik, mit tudom én, például a tudatmódosító nyugtatóikkal elárasztják a gyógyszertárakat, és teletömik a embereknek a fejét, ilyen függőséget okozó cuccokkal, stb. Stb. Tehát megvannak a gyógyszeriparnak a maga előnyös termékei, meg persze hasznunkra vannak, de az az igazság, hogy az emberiségnek ennek, tehát nem szabad hagyni senkit elhatalmasodni, mert az ember sajnos olyan, akármilyen tömegben van, hogy visszaél a hatalmával. És azt hiszi, ha minden pénzt megszerez, meg minden az övé lesz, akkor aztán minden fasza. Holott semmi nem változik, a szenvedés ugye az marad. Úgyhogy ennyit azért el akartam mondani, de persze bízom abban is, hogy az oltás is minél működőképesebb lesz. Most éppen tegnap az ATV-n már a Sputnik volt megint az első számú sztár, tehát óriási. Egész egyszer azt se értik, hogy miért van az emberekben kérdőjel. Azért van, mert folyamatosan össze-vissza beszélnek. Tehát meg ki kell találni olyan normális kommunikációt. Meg a másik az, ha az államok kezébe lenne a gyógyszeripar, vagy legalábbis felügyelnék keményen, akkor nem lehetne elbújni a felelősségvállalás alól. Tehát én erre odafigyelnék a különböző kormányoknak a helyébe, de persze ki vagyok én, meg végül is teljesen mindegy. A mozi így is úgy is lejátszódik. Úgyhogy hát valami nem úgy működik, ahogy kéne. Szóval, hogy ilyen módon fertőződnek meg az emberek, vagy nem jól lőtték be még a hatótávolságot az oltásnál, nem tudom. De rengeteg dolgot tapasztaltam most személyesen, ami nem működik, és láttam olyat is, ami működik, tehát hogy ez is elég ilyen, tehát nem olyan még ez, mint azok a már kifejezetten működő oltásokat, reméljük majd kialakul majd, csak ki kísérletezik rajtunk előbb-utóbb. Akkor majd beadom én is, hogyha már működni fog. Hugom, köszönöm szépen. Hugom, ő tünetmentes, igazából nincsen láza, nem is nagyon köhög, úgyhogy kicsit bágyat, de eszik, iszik, nincsen komolyabb probléma vele. De őnek is igyekszünk kevesebbet adni
enni, úgyhogy sok folyadék, viszi be a vitaminokat, úgyhogy minden okésnak tűnik egyelőre. Hát még egyébként hivatalos PCR-re nem voltam, én csináltam magamnak ilyen orbadugóst, amit gyógyszertárba vettem, de hát arra mondták, hogy ha az a pozitívat kimutatja, akkor az azonnal pozitív, úgyhogy nekem azt kimutatta, hát majd lehet-e még PCR-re, mert azt mondják, hogy az antigénnel csak 4 hónapos kártyát kapok, a PCR-re meg 6 hónapost, nem tudom, hogy van-e kedvem most itt turkáltatni az óramat, de majd elmegyek. Hát ez most ugye 10 nap karantén, csütörtökön kezdődött, úgyhogy jövő hét vasárnapig meditálgatok itt magamnak, meg videózok nektek, illetve számolok be, hogy mi van. Úgyhogy egyelőre ennyit tudok elmondani. Bízom benne, hogy nem rosszabbodik az állapotom, de hát mentálisan ugye elég erős ember vagyok, meg tényleg igyekszem a békét megteremteni. Tehát én tulajdonképpen úgy vagyok, hogy a koronavírus is már benne van, ő igazából én. Nem nagyon akarta elfogadni elsőre, tehát lerágta a csontjaimat, meg a lábamról az izmokat szinte ette. Nem akart velem barátkozni, kis rohadék. De most vagy visszavonulót fújt egy ideig, vagy készül valamivel, hát vagy rájött, hogy rossz fába vágta a fejszéjét. Úgyhogy meglátjuk. 5.-7. nap után már nem mutatja ki a PCR. Hát akkor lassan már túl vagyok rajta. Mindenesetre én most kaptam oltást. Én most komolyabb oltást kaptam, mint bárki. Hát ezt a faviripavirt sokan mondják, de nekem azt mondták, hogy az orvosok egyébként nem szívesen írják föl mi felénk, mert azt mondják, hogy nagyon rombolja a májat, vagy hogy nehéz hatásai vannak. A doktor Gödény Gyurit is kérdeztem, ő is volt koronás, hát azt mondta, hogy ő nem erőltette, mert nagyon lenullázza az immunrendszert, de van olyan ismerősöm, aki oltottan kapta el a koronavírust, hát kesztyűzött is velem, és ő 2 napig 38,5 láza volt, és akkor írtak neki. Őt rendbe rakta hamar. De azt mondják a orvosok, hogy nem kell minden áron erőltetni, hogyha nincsen komolyabb probléma. Úgyhogy igazából ennyi egyelőre. Etelka jó-e van? Kérdezed. Etelka az nagyon jó van. Bekapta a 3. Pfizert, 2 Sputnikra rávágott egy Pfizert, és a 3. napja dögrováson ül otthon szegénykém. Láz, köhög, hátfájdalom, ami baja lehet, az minden van csórónak. Úgyhogy reméljük, most már elmúlnak nála ezek a utórezgések. Próbálom távgyógyítani, sokat beszélgetünk, meg minden. Úgyhogy, de szerintem ma már jobban lesz, ma már nincsen hőmérséklet emelkedése, hanem csak köhög a szem, meg ilyenek, úgyhogy lassan majd már. Bemegy neki az mRNA-s hatóanyag. Hát végül is a legjobb oltást én kaptam. Benyeltem a vakcinát. Én személyesen a gyártótól kaptam az oltást. Bevágta kőkeményen. Na, úgyhogy egyelőre ennyi. Mondom, tényleg az a cél, hogy lássátok, hogy ez hogy zajlik. Persze nyilván nagy edukációs hatása lehet egy drámai videónak is, de
én remélem, hogy az én helyzetem nem alakult drámaian, viszont tényleg azt akarom, hogy lássátok, hogy mi van. Így a frankó. Tehát ha akasztják a hóért, akkor bemutatja az akasztást, nem? Jó van. Akkor csumidázok mindenkit, majd megjövök. Namaste, sziasztok!